A gondviselés segélyszervezet háromszéki fiók szervezetének erdővidéki munkatársait Demeter Zoltánt és Pályer Györgyöt kérdeztük az elmúlt időszak tevékenységeiről. Gondviselés segélyszervezet országos szinten 2007-ben alakult meg, és a háromszéki fiók szervezet, amelyiknek az erdővidéki önkéntesek és részesei, az 2014 októberétől létezik és tevékenykedik. A rendszeresebb tevékenységeink az a húsvéti és karácsonyi adománygyűjtés, ezen kívül a önkéntes fiataloknak a képzésével, különböző karitatív események szervezésével foglalkozunk, és ami kirívóbb, illetve nagyobb volumenű munkát igényelnek, az a ilyen különleges esetekben próbálunk segíteni. Az elmúlt 5 esztendő alatt 4 esetünk is volt, ahol 3 leégett ház tűzkárosultjainak segítettünk, illetve egy másik esetben orvosi beavatkozásnak a költségeit gyűjtöttük össze. 2016-ban volt az első baróti, egy héttagú család, gyerekes családnak, a bás családnak a háza égett le november közepén, és az volt az első nagyobb összefogás, amit mi szerveztünk. Akkor sikerült 3 hét alatt több mint 50 ezer lejt összegyűjteni, és anyagokkal, tehát épületanyagok, adományokkal együtt sikerült annyira gyorsan felépíteni úgymond a házat, hogy az angyal akkor 10 héttel később ebbe a házba érkezhetett meg, és a család karácsonyra be tudott költözni. Még egy éven keresztül utána folytak a munkálatok, vízvezetés, külső-belső munkálatok, de karácsonytól már ott lakott a család. Egy másik eset, az 2018-ban történt Miklósváron, december elején történt itt is, ott is egy családi ház égett le. Hát annak is sikerült elég jó mozgósítással összegyűjteni, ott már közel 100 000 lej gyűlt össze, illetve más adományokkal még többre is felment az begyűlt adományok összege, és ott tavasszal kezdődtek el, 2019 tavaszán a munkálatok, és jelen pillanatban már piros cserép fedi a házat. A harmadik tűzeset az másfél hónappal ezelőtt történt Bibarc falván, ahol egy 42 éves fiatalembernek a több mint 150 éves faházikója gyúlt ki rövid zárlat miatt, és károsult olyan mértékben, hogy hát javítást már nehezen bírta volna meg, és újra sikeresen tudtuk mozgósítani most már a hálózatunkat, egy kiépült hálózatról beszélhetünk, és itt is egy 3 hetes szervező munka révén közel 90 ezer lej gyűlt össze, és amint itt a kedves nézők is láthatják, a hátunk mögött már a háznak a koszorú gerendája ki van öntve betonból, és reméljük, hogy itt is hamarosan tetőszerkezet és cserép kerül a ház tetejére. Nagyon szépen köszönöm a bibarcfalvi tiszteletes úrnak, Fancsa Zsolt lelkipásztor úrnak, a gondnok uraknak, a presbitériumnak, a gondviselő segélyszervezetnek a segítségüket, a felpártolásukat, és kívánok erőt, egészséget, hogy továbbra is ez a gondviselés működjön. És nagyon szépen köszönöm az erdővidékieknek, a távoliaknak, a külföldieknek a segedelmüket, az adományokat, és örülök, hogy ilyen szépen haladunk a házépítéssel, és külön megköszönöm a kőműveseknek a fáradalmukat,
a jó szomszédaimnak, rokonaimnak, mindenkinek a segedelmüket. Most ez egy kicsit így megvisel, de úgy érzem, hogy kezdtem én. Most már azt tudom mondani, hogy negyedik éjszaka, hogy jól tudok aludni. Ilyen vigasztaló szavak annyira jól esnek, hogy az ember tényleg vigasztaljak, nem bántnak, vagy valami. Hát, és a falu is nagyon mellettem. Én is szeretek, miből te lehet segíteni mindenkinek. Erőm, egészségem engedi, hát na, próbáljuk egymást segíteni. Hát ez... Aztán demetező utánról én most is azt mondom, hogy lelkalapokkal. Lelkalapokkal, én azt mondom, adjon a Isten neki, s Gyurikának és erőt, egészséget, adja Isten továbbra is. Ne történjen ilyen eset, ne tudják az embereket segíteni. Úgy betegeket, bárkit, miből lehet. Nem is tudok egyet betenni többet, mit mondani, de egyszer azt mondom, hogy lelkalapokkal egy adott jó ember is. A Jóisten tartsa meg minden léptjüket, és áldja meg. És áldja meg, családjuk a lényben. Ez az ütőső szavam, és az, amikor imádkozom este. Isten hallgass. Ez örökkédik, ezt beléfoglalom. Beléfoglalom. A rokonaim azok egy kicsit távol vannak. De jöttek ők, és mibe tudnak, még támogatnak, és jól esik. Ha jól bízom, mert ez... Nem volt amúgy könnyű életem. Na, de vannak a múltat, azt már elfelejtjük. Gondolunk a következő évekre, az esztendékre. Ugye nehéz volt egy kicsit nekem, ugye, mert árvaházba voltam. Amúgy elég nehéz körülmények között éltünk. Édesapám, ibánya az ember volt. Édesanyám egyszerű háziasszony. Ő varrónőként itthon tevékenységeit csinálta, és mivel hogy az árvaházban voltam, édesapám, ő volt az igaz édesapám. Ugye neváltanyomnak nem tudott gyerekkel lenni, hát így kivettek az arvahazba, és neváltak. Rendeztek sajnos, hogy 92-ben tragikus eset történt. Ugye édesapám meghalt, akkor 98-ben édesanyám is. Neváltanyám volt, de kitetsze az édesanyát, annyira szeret. Édesapám, amikor meghalt, 15 éves voltam. Az erdővidéki szintű gyűjtésekre visszatérve szeretném elmondani, hogy hál' Istennek különböző egyházak, egyházközségek, civil szervezetek segítségével sikerült erdővidéken egy olyan hálózatot kiépíteni, ami már 19 településre szól. Vannak, ahol református egyházközség presbiterei, van, ahol a nőszövetségi tagok, valahol unitáriusok, van, ahol két településen, Vargyason és Nagybaconban a helyi nyugdíjas egyesületek tagjai álltak mellénk, és vannak olyan más települések, ahol helyi civil szervezetek, Olaszteleken a Messzelátó Egyesület, Erdőfülében a Kormos Egyesület, Kisbaconban a Bodvai Egyesület, és az egyházak is a civil szervezetek mellett még, tehát például Bölönben az önkormányzat polgármester úr az, aki nagyon mellénk áll, és a helyi lelkészek segítségével gyűjt, illetve van olyan település is, ahol az iskola igazgató és a tanári kar néhány tagja, akik felvállalják ezeknek a gyűjtéseknek a megszervezését. Van olyan településünk is, ahol, és ez különleges érzés is, nagyon jó érzés, ahol egy régebbi károsult, tűzkárosult, akinek gyűjtöttünk, a családtagjai önként vállalták fel és járták le a települést. Ez mindig különleges érzés és jó érzés az, hogy régebbi károsultak az újabb gyűjtésekbe beszállnak. Több ilyen esetünk is van.
A fiatalok aktívan részt vállalnak a gondviselés segélyszervezet munkájában. A karácsonyi és húsvéti adományok gyűjtésébe, valamint ezek elosztásába is bekapcsolódnak. Minden nyáron önkéntes munkát végeznek az országos, valamint a regionális kalákatáborokban, ahol rászoruló családokon segítenek. Az idén sajnos a regionális kalákatábort fel kellett áldozzuk egy országos kalákatáborért, így lesz egy három országos kalákatábor, egy lesz a Kolozsvár vidékieknek, egy a keresztúri vidékieknek, és egy lesz pedig a háromszékieknek, és nagyon sok szeretet várjuk azokat a fiatalokat, akik szeretnének segíteni idős személyeket, és amellett pedig várjuk a helyieket, meg azokat a helyi személyeket, olyan személyeknek a jelentkezését, akik idősek, rászorulók, egyedülélők, akik úgy érzik, hogy szükség van nekik a segítségre. Ezek a munkálatok ingyenesek, úgyhogy nem kell majd semmit se ezért fizessenek. Szeptember 1-től 6-áig lesz ez a kalákatábori erdővidéken megszervezve. Ezek a fiatalok önkéntesen, önszántukból jönnek, feláldozzák a szabadidejüket, nem bulizni mennek, hanem eljönnek és önkéntesen dolgoznak és segítenek itteni erdővidéki idős embereken. Azelőtt mi természetesen felmérjük azokat a helyszíneket, lejárjuk, megnézzük, hogy milyen munkálatokra van szükség. Próbálunk teljesen képíteni egy olyan részt, hogy minél több településre és minél több segítséget tudjunk eljuttatni. Az erdővidéki fiatalok amellett végeznek másféle tevékenységeket is. Például most az utolsó ez a fogászatos volt, hogy megbeszéltük Téglás Gábor doktor úrral azt, hogy ingyenes fogászati vizsgálatot végezett, és megbeszéltük az önkéntesekkel, hogy a negyedik osztályosoknak elviszik a negyedik osztályosokat egy ingyenes fogászati vizsgálatokra. Különböző ilyen emellett pedig különböző előadások vannak, ilyen prevenciós előadások. Tehát ami nagy sikere volt, az az alkoholos előadás, azt még most az iskola kezdéstől már megint kérik több iskolában, hogy szeretnék ezt az előadást hallani. Amellett pedig működik az adománygyűjtés, ami húsvétkor és karácsonykorban, a csomagkihordás, ami még nagy. Szeretnek a fiatalok, van egy olyan réteg a fiatalok között, akik szeretnek belelátni abba, hogy tényleg hova kerülnek a csomagok, és szeretik azt is, hogy segítsenek másokon, de olyan, hogy közvetlenül is, hogy oda menjenek azokat az emberekhez, meg leüljenek beszélgetni is velük. Az alkoholprevenciós előadást azt ott Katona Attila tartsa, ő székelyudvarhelyi, egy 40 éves fiatal ember, aki nagyon sokáig alkoholistaként, mert ő így mondja magára, hogy alkoholista volt. Hál' Istennek sikerült az alkoholt elhagynia, és saját magát, és az ő életét mutassa be egy ilyen személyes vallomást tart a fiataloknak, ami nagyon megdöbbenti a fiatalokat. Volt olyan is az előadásaink alatt, amikor a fiatalok elsírták magukat, mert ők ebben problémában élnek, amikor a szülők alkoholfogyasztással küzdködnek, és ezért a fiatalok ezt átélik, amikor Attila elmeséli azt, hogy a gyerekkorában jön már az alkohol problémával küzdött, és a szülei mennyire nem állottak mellettem, mennyire voltak ilyen gondjai. Úgyhogy ez a fiatalok részében ez nagyon kapható, az iskolák ezt nagyon kérik, mert sajnos ezek a problémákkal az iskolák küzdenek, hogy a mai fiataloknak egy része elég intenzíven fogyaszt alkoholt. És ezek az előadások remélhetőleg segítenek nekik, hogy majd segítséget kérjenek, vagy tudjanak átlépni egy olyan határt, hogy ne fogyasszanak alkoholt. A másik az a drogprevenciós előadás, az Kalóz János tartotta. Sajnos a drog az erdővidéken is néha felüti a fejét és problémát okoz a fiatalok körébe, úgyhogy ezzel is kellett egy ilyen előadást is szerveznünk. Remélhetőleg, hogy a közeljövőben még lesz hasonló ilyen előadás. Nekem személy szerint az első esetem 2005-ben volt Nyikó Menti árvíz, amikor legelőször részt vettem ilyen karitatív gyűjtő akcióban. Azóta ez a bibarcfalvi eset, ez már a 17. és el szeretném mondani, hogy nem egyedül szerveztük ezeket a dolgokat. 2014 előtt elmondhatom, hogy Antal István néha nyugodjon békében, Derzsi Sámuel és Cseresznyi és Szilamér, Ceci és Kis Gyöngy Tünde, Demeter Gyöngy is nagyon sokszor voltak társszervezők erdővidéki összefogás napoknak vagy más gyűjtéseknek. Viszont
2014-től kezdődően, mióta a gondviselés segélyszervezet, háromszéki fiúk szervezete megalakult, azóta ez a szervezet nyújt, tehát a védőernyője alatt szervezzük ezeket a karitatív eseményeket, és ez alkalommal is nagyon szeretném megköszönni mindazoknak a lelkészeknek, pedagógusoknak, önkénteseknek a segítségét, akik minden egyes akció során egyre többen mellénk állnak és segítenek. Elmondhatjuk lassan, hogy most már mozgalommal nőtte ki a segítés, segítő akciók mozgalommal nőtték ki magukat Erdővidéken, és tudjuk, hogy sajnos még lesznek hasonló esetek az elkövetkezőkben is, és nagyon reméljük, hogy az ők segítségükkel ezután is tudunk minden esetén segíteni, és érvényes ez Erdővidék, tehát jelenleg 19 településen zajlottak gyűjtések. Ha bárhol, bármelyik településen ezek közül fog történni majd olyan eset, amit helyben a család vagy a helyi közösség nem tud megoldani, akkor ez a mi segítségünk érvényes lesz mind a 19 településre, tehát ahol tudunk majd, és szükség lesz a mi segítésünkre, szívesen jövünk és segítünk majd.